az EUCF maga egy olyan európai kezdeményezés, amely önkormányzatok és helyi közintézmények támogatására hivatott Európa szerte, és ezeknek a projekteknek az a célja, hogy az érintett konzorciumok befektetési koncepciókat dolgozzanak ki, és az egész programnak az a célja, hogy ösztönözze az energiahatékony beruházásokat, ezeknek a minél hatékonyabb tervezését is. Nagyon örülünk annak, hogy önök itt mai nap ezt a konferenciát megtartják. Mi ezt a munkát 1996-ban kezdtük, és egy barnamezős övezetet fordítottunk át egy városi élhető közeggé. Annak is örülünk, hogy ismertségét tovább viszik ennek a parknak. Kevesen tudják, hogy mi ezt a parkot nem csak az itt működő cégeknek építettük, hanem Óbuda és a főváros közösségének. Ez a park nyitott mindenki számára, és mindenkit szeretettel látunk. Nagyon fontos számunkra, hogy az az üzleti környezet, ami itt létrejött, az adjon vissza a városi, a fővárosi közösségnek is, és nem csak az itt élő cégeknek. Óbuda, Szentendre és Újpest közösen létrehozott egy ilyen projektet, meg is valósította, és egy olyan koncepciót, egy olyan 21. századi jövőképet mutatva a városaink számára, amivel tényleg előre tudunk menni, és tényleg biztosítható az a fenntartható fejlődés, amiről nem csak beszélni kell, hanem meg is kell valósítani. Ez egy érték alapú együttműködés is. És hát nyilván mondanom sem kell, hogy a harmadik kerületben nemhogy nem történt olyan, hogy az elmúlt időszakban, tehát 2019 óta építésterek lett valami, hanem ennek az ellenkezője történt, több száz hektárnyi terület minősült át zöld területté. A legrosszabb esetben 200-300 fát ültettünk valahova, ahol mindenféle célpontok voltak különböző fejlesztési irányoknak. De miről szól ez a projekt? Arról szól, hogy nem csak holnap van, hanem holnap után is. Ez egy roppant egyszerű megközelítés, bár a szokásos, a manapság megélt extenzív megközelítéseknek nem sajátja. Nekünk érdekünk, hogy az itt élők számára élhető és fenntartható környezetet teremtsünk. És mi erről szól a mi tevékenységünk, és erről szól a mi együttműködésünk is, két kiváló városvezetővel és két kiváló településsel. Felelősek vagyunk a környezetünkért, felelősek vagyunk a felnövekvő generációért. Ez a projekt ezt bizonyítja, ezt a gondolkodást jeleníti meg, és ez az együttműködés is ezt a gondolkodást jeleníti meg, hiszen ha azt mondjuk, hogy Szentendre mit keres itt a két budapesti nagy kerület között, pont középen vagyunk, így nagyjából, akkor azt lehet mondani, hogy ha a Szentendreiként nézem, hova is közlekedünk Szentendréről, Békásmegyer felé és Újpest felé. Abszolút az életünk összeköt minket, és ezt a kötöttséget használjuk ki, és formáljuk előnyé. Önkormányzatunk idén klímabarát településdíjat kapott, pontosan azért, mert az a tevékenységünk, ami arra irányul, hogy holnap, meg holnap után, meg utána is van idő, és élhető a közösség számára, megfogható és élvezhető, de a környezet tudatosság szempontjait figyelembe vevő fejlesztésekben kell gondolkodni, az egész egyszerűen nekünk egy valóság, amely minden döntésünket átitatja. Ez az EUCF projekt, ugye, három alappillére épül. Egyrészt energetikai korszerűsítések a társasházak számára, középületek számára, óvodáink, bölcsödéink, intézményeinknek a szigetelése, energetikai korszerűsítése. A másik, ami szinte mindig van, amikor süt a nap, az a napenergia hasznosítása. Nehéz feladat, pláne olyan szabályozási környezetben, ahol konkrétan tiltják a hálózatra a csatlakozásnak a lehetőségét is. Ugye 2022. májusától ugye él ez a szabályozás. És a harmadik pillér az, hogy ne a
olcsó orosz gázt használjuk, idézőjelben használtam természetesen ezt a kifejezést, hanem hasznosítsuk a földnek az energiáját. A megújuló energia az egy nagyon fontos szempont, mind a lakóépületek, mind a közintézmények elején, hogy ez, ha már az energia fogyasztásra kerül és megtermelődik, akkor ez minél nagyobb arányban megújuló energiából történjen, és az energetikai témában az együttműködés fokozása az egy fontos cél volt a pályázat megírásának a pillanatában, és azóta egyre inkább. És ez segíti hozzá a három önkormányzatot ahhoz, hogy a klímastratégiában, szekapjukban, ITS-ükben foglalt célokat el tudja érni. Amikor ez a projekt elkezdődött 2020-ban, hát akkor nem gondoltuk volna azt, hogy ennek sokkal nagyobb realitása van 2022 év végén, mint bármikor. És ezek a projektek, amiket itt most megvalósítanánk, illetve ebben a tervezésben is helyet foglal, egy olyan 21. századi gondolkodásmód, amely átvezeti városainkat abból az időszakból, amiben gyakorlatilag megragadtunk. Mert mit látunk most, bárhova megyünk? 1950, 60, 70-ben épült óriási panelek. Ezeket szokták úgy mondani, hogy csak falják az energiát, a 60%-át, amit felhasználnak ezek az épületek, mint hogyha annyit jelentene, hogy kinyitnánk az ablakot, az hagy menjen. Ugye Óbuda-Békás megye, csak hogy néhány szám is elhangozzon, ugye közel 60 lakóépület éri el azt a szintet, ami már az EUCF-nek a támogatási keretéhez szükséges energiamegtakarítást, megújuló energiatermeléshez szükséges megawattok és gigajoule-okat eléri. Ennél Újpest az még több, tehát ez is már egy nagyon nagy szám, és az elsősorban Békásmegyer, a Pókutcai lakótelep környéke, Kaszásdüllőnek a zömében még fel nem újított lakóépületeire terjed ki, illetve ugyancsak ezekben a városrészekben elhelyezkedő közintézményeket is. Az egy általános szempont, hogy napelemeket kapnak ezek a lapostetős, minden esetben lapostetős épületek, és a fűtési rendszerrel nek az átalakításával terveztünk minden esetben, vagyis a szakértők, úgyhogy azért a távhőrendszeren rajta maradnak ezek az épületek, de alapvetően a hőszivattyús rendszerek lépnének be. Újpesten az épületek száma az közel 70, Óbuda esetében alapvetően majd minden esetben vegyes tulajdonokról van szó, tehát olyan társasházakról, ahol magántulajdon dominál, de azért jellemző még Óbudán sok tekintetben a Békásmegyeren a bérlakásoknak a magas száma, Újpesten ugye, ott már kifejezetten 100%-ig önkormányzati tulajdonú lakóépületekről is beszélünk. Újpest még annál még színesebb a középületek tekintetében, hiszen a 29 középület mellett még 12 szolgáltatóháznak a megújításával tervez. Itt is alapvetően a paneles technológia, a lakótelepi lakókörnyezeteknek az épületállományának, műszaki infrastruktúrának a fejlesztése a cél. De ebben a koncepciónak az újpesti részében azért már vannak nem csak lapos tetejű házak, itt a képen is látható egy ezek közül. És Újpesten történik meg az, hogy egyes lakóépületek esetében a gázellátás az megszűnne. És akkor Szentendrére kilépve, mint már a polgármester említette, hogy mi a tartalma alapvetően, tehát elsősorban a távfűtőmű vagy a távfűtő rendszernek a korszerűsítése, kazáncserével, napelem telepítésével, illetve a rekultivált külterületi részen pedig egy naperőműnek, aminek, ha jól emlékszem, akkor 1 megawattos teljesítménye lesz, az van betervezve. Egy rekultivált szeméttelepet, Szentendre legnagyobb szeméttelepét hasznosítjuk újra.
tervezzük újra hasznosítani egy napelemparkkal. És Szentendre legnagyobb lakótelepének a csőhálózatát, gerinchálózatát szeretnénk felújítani a fűtőműben, ami energiapazarló. Ez a felelős gondolkodás az, ami irányítja mind a hármunkat, és egy picit tovább is gondoljuk ezt, hiszen mi úgy tekintünk Szentendrén ezekre a fejlesztésekre, mint kiinduló pontra. Ez a jövő. Ez a gondolkodás a jövő, és a jövőnek szeretnénk mindannyian szolgálni, városvezetőként, és a mi feladatunk az, hogy a városainkban ezt a gondolkodásmódot minél inkább megismertessük, és a szabályozók, az országgyűlés felé, a törvényhozó felé pedig nagyon erősen képviseljük azt, hogy segítség ezeknek a beruházásoknak a megvalósulását, és ne akadályozzák lehetőség szerint. És ha arra törekszünk, hogy úgy építsük fel a városunkat, bocsánat kérek, az életünket, hogy arra legyünk tekintettel, hogy ezt fenn is tudjuk tartani, akkor minden szemponttól függetlenül a legjobb úton járunk. Ez a projekt ebben segít bennünket. Nagyon-nagyon hálásak, hogy itt vannak. Köszönöm szépen!